Sziasztok srácok, én Martin vagyok, és itt vagyunk egy FIFA Mobile Pack Openingbe, méghozzá Bundesliga tocos Pack Opening lesz ez a videó, mint már a címből kiderült. Kijöttek a Bundesligás packek coinsért, ezért lehetséges, hogy fogunk egyet nyitni. Mindjárt meg is mutatom, hogy miért. Így állunk jelenleg a starter playerrel, tehát 2 darab token hiányzik, és van itt 10 darab Bundesligás pack a live eventekből, amit ki fogunk nyitni, valamint ugye kijöttek a Liga 1-es tocok, és csináltam 4 live eventet, és akkor azokat is kinyissuk. Azokat egyből ki is nyitnám, szerintem úgy lenne jó. Előbb túl leszünk a lényegtelen packekkel, és nézzük, kiket kapunk. Kioni. Oké. Következő packben egy Thomasson. Jó, a Liga 1-es packeknek már majdnem vége, de még itt van ez. Ez fog adni egy tokent, ami egy sima gold token. Oké, jó az. Na, elérkeztünk a 10 darab Bundesligás tokenhez. És Dembélé. Igen, kár, hogy nem a TOC Dembélét kaptuk, de azt nyilván nem is kaphatjuk. Hogyha most kapok ezekből a packekből 2 darab tokent, akkor nem biztos, hogy nyitok egy packet, de nem tudom, szerintem egyébként kicsire az esély. Sakai. Már csak 7 darab maradt, tehát szerintem biztos, hogy nem fog adni 2 darab tokent. Lehet, hogy egyet sem igazából, de meglátjuk, nézzük akkor. Meyer. Következő pack Levels. Szóval, oké. Jó kis név, mit nem mondjuk. Következő pack Kolaszinak. Abból is van TOC, hát jó. Nézzük a packet. Oké, semmi. 2 maradt, és igazából, mint mondtam, nem kaptunk egy darab tokent se eddig. Gregorics. Hát, ez sem token. És ha nézzük az utolsót, nézzük, hát ha ez ad egy tokent, Nielsen. Hát se nem adott tokent, se nem adott elit játékost, tehát ez így nem igazán jött össze. De nézzük akkor, nézzük a packet. Itt van 150 ezer coinsos Bundesliga TOC pack. Fú, de adnám, hogyha beadna ebből is valami jó játékost, basszus. Na nézzük, nyissuk ki. Nagyon kíváncsi vagyok. Ad-e valakit? Token, Höfler, Stajfridis, Sakai már megint, Token, Kolaszinak, Token. Hát, oké. Senkit nem adott a pack, de nem baj, vagyis hát baj, mert hát azért az adott volna valakit, de most jön a videó lényege, a csúcspont, kinyissuk a starter packet, így né. Claim, és akkor igazából bárkit adhat, kivéve Piszczeket. Nagyon nem akarom, hogy Piszczeket adja, mert neki a Mars értéke szerintem 400 ezeret sem éri el. Szóval neki egyelőre nem örülnék. A többi igazából jöhet, de azért mondjuk Forsberg, vagy Kolaszinács, bár az most kapott upgrade-et, szóval az már lehet, hogy többet ér, de mindegy, Piszczek és Forsberg, meg Keita, ők hárman nem annyira kellenek, többit mind elfogadnám, és reménykedjünk, hogy 94-est kapunk, az nagyon jó lenne, vagy Dembélé. Igazából Thiago Dembélé és Neuer 3-as közül kéne valaki a legjobban, vagyis hát annak örülnék a legjobban, de nézzük akkor, nyissuk ki a packet. Megkaptuk a kitet, majd valószínűleg ki is fogom próbálni. Hú, nézzük, nyissuk ki a packet. Elszámolok 3-ig, és az összes, vagy hát mindkettő tokent egyszerre fogom felnyitni. De letakarom a képernyőt, és csak azt fogom látni, hogy update-ing vagy nem. Hú, nézzük. Igazság pillanata itt van. 3, 2, 1. És nem update-ing. Ki lesz az, csak ne tudj csak. Forsberg, na.
Hát nem Piszczek, hanem Forsberg. Hát... hát jó, jó. Forsberg. Basszus. Aj, Piszczeket meg Forsberget nem akartam annyira. De hát ez jó van. Köszönöm szépen, ijé. Kedves vagy. Ja, Dembélé kapott egy upgrade-et. De kéne ő, basszus. Hát jó. Igazából ez történt. Megnézzük még gyorsan, hogy mennyibe kerül Forsberg. Áj. Lehetett volna jobb is. De mindegy. Forsberg 600 ezer. 600 kátér. Mi van? Várjunk csak. Hülyeséget beszélek. Nem Kolaszinac kapott upgrade-et, hanem Forsberg. Igaz? Hol van? Igen, Forsberg kapott upgrade-et. Basszus! Akkor jó, hogy ott nyitottam ember. Hát, de hülye vagyok. Akkor ez mégis egy jó nyitás volt. Hát én beszarok. 800 ezerbe elmegy? Fú, basszus. Fölrakom 800 ezerbe. És akkor reménykedjünk benne, hogy elmegy. Azért nem akartam Forsberget, mert még kb. 2 órával ezelőtt 500 ezer volt a csávó. Basszus. Azt hittem Kolaszinac kapott upgrade-et és nem Forsberg. Na hát, srácok. Végül jó lett ez a pack opening. Aszta. Amennyire nem örültem először, annyira örülök most, mert 500 ezer vagy 400 ezer helyett 800 kátér Forsberg. Hú, basszú, ezt a... Nézem, mondom, 800 ezerbe elmegy. Hát ő kapott upgrade-et. Na jó van, srácok. Hogyha tetszett ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra. Valószínűleg elkezdek egy Road to FIFA Champion sorozatot. Csak az a helyzet, hogy már Pro 1-be vagyok. Azt hittem, hogy ugye 7 nap múlva, vagyis 7 napig tart egy ilyen season, és azt hittem, hogy le fog nullázódni akkor a fan, de nem így történt, szóval most innen tudom elkezdeni, de hogyha támogatjátok az ötletet, akkor ezért írtok egy lájkot, szóval, ja. Na, hát találkozunk legközelebb, sziasztok!